A Cimbora Zeneliget keretében különböző műfajokat vonultatnak fel. A családi zenei programok minden generációnak élményt nyújtanak. Így volt ez a Brass in the Five és Méhes Csaba pantomim művész előadásán is. Nagyon jó volt, hogy bevonták a gyerekeket is, és felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Nagyon, nagyon vicces volt szerintem. A Rézerdő lakói című humoros, produkciófúvós hangszerekkel tolmácsol komoly zenét a közönségnek. A pantomim művész és a muzsikusok célja, hogy egészséges humort ötvözzenek élő fúvós zenével. A társaság örömmel színesíti a Klassza parton rendezvényeit. Nagyon szeretjük, mert tényleg a parton is felléptünk, tóparton is felléptünk, a Tatai tópartján, 2 évvel ezelőtt a Balatoni tópartján is felléptünk, és mindenhol más a közönség, viszont mindenhol ugyanúgy szeretik a komoly zenét is, és a mi közös produkciónkat is, ahol a komoly zenét rejtjük bele egy színházi produkcióba. A Cimbora Zeneligetben a zenei produkciók kiegészülnek interaktív játékokkal. Az Európa Kulturális Főváros projekt támogatója és résztvevője is a programnak. A Festetics Kastély parkjába információs pulttal és kreatív műhellyel települtek ki. Itt műanyagból újrahasznosított ékszereket lehetett készíteni, és festőműhelyben is részt vehettek az érdeklődők. A Klassza parton keretében idén 5 településen szervezték meg a Cimbora Zeneligetet. Gyenesdiáson és Balatongyörökön például a strandolók közé vitték el a zenei programot. Kesztely az azért kivételes, itt is zajlik a Klassza parton fesztivál, tehát esténként a kastélyban, vagy a parton, vagy a templomban koncertek vannak, és ehhez raktunk hozzá egy olyan napot, amikor a családoknak is kínálunk programot. Én szerintem óriási sikere van, bővíteni kell, tehát én azt gondolom, hogy bővíteni kell még különböző programokkal. Koncerttörténelmi időutazásra is várták a kastély közönségét. A Mozart família műveinek feldolgozását mutatta be a Várai család. A zenei produkció kiegészült egy keszthelyi előadóval is. A virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató műsorból is ismert Kádár Viktória is zongorázott a kastély báltermében.